Múlt héten sarkvidéki hideg tört be az országba, csütörtökön pedig már meleg rekordok váltották egymást. A frontok sorozata mellett a változások gyakorisága és annak amplitúdója az, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli. A szervezetünk amúgy ilyen kölcsönhatásban van a környezettel, de ez régebben alkalmazkodtunk, most viszont alig mozgunk, fedett helyen vagyunk, és ez itt szokatlan. Persze ez egyéni az érzékenység. A melegfronti hatásoknak a legfőbb mellékhatásai a fáradtság, ingerlékenység, alvászavar, sokszor a vérnyomás kiugrik, a vércukor meg tud egy kicsit bolondulni, akik ugye erre érzékenyek, illetve megvan ez az alapbetegsége. Elsősorban az idősebb korosztályt érinti, illetve azokat, akiknek komolyabb alapbetegségei vannak, kell mindenképpen oda kell figyelni. Megfigyelték, hogy a közlekedési baleseteknek is a száma fokozódik. Azonban nem csak a közlekedési balesetek száma, hanem a szív- és érrendszeri betegeknél az infarktusok száma is jelentősen megugrik az egyes időjárási változásoknál. Csütörtök napközben jóval 15 fok felett alakult a nappali hőmérséklet, majd egy komoly lehűléssel péntek reggelre visszatérhetnek a fagyok. A határozott melegfronti hatást követően már egy erős hidegfront fogja érni a szervezetet. Ennek nem jó vége van, mert én is nagyon szenvedek ebbe az időjárásba. A lábaim, a derekaim fájnak, úgyhogy nem kedvező ez az időjárás. Ma még tűrhető, de holnap már megint hideget mond. És ezt az embernek a szervezete, főleg már ilyenkorban még a fiatalokat is megviseli, a gyerekektől kezdve mindenkit, hát majd csak vége lesz egyszer, reméljük. A házi orvos hozzátette, ezek már olyan terhelések, amelyeket az egészséges szervezet is nehezen visel el, az időjárás érzékeny emberek számára pedig ez különösen nehéz időszak. Fejfájás az szokásos ilyenkor, úgyhogy már készültem rá, de amúgy hál' Istennek mi nem vagyunk abba a korba, hogy annyira oda lennénk szerintem. Úgyhogy Isten igazából ennyi. Dr. Szabó Gábor arról is beszélt, hogy mit tehetnek ilyenkor az erre érzékenyek. Érdemes erre fölkészülni, hogy tudja, hogy érzékenysége van, akkor figyelje ezeket az orvos-meteorológiai jelentéseket, akkor erre rá lehet készülni. Hát például, aki magas vérnyomásra szed gyógyszert, az azért nézze a vérnyomását, és arra odafigyeljen, hogy az orvos által előírt gyógyszereket rendszeresen időbe szedje be, hogy megelőzze a vérnyomás kiugrásokat, ugyanígy az akár a cukorbetegségre is. És hát aki tudja, hogy ilyen hatással van rá ez a front, hogy például nem tud rendesen aludni, tehát kialvatlan, akkor az a másnapi autóvezetést is akkor így gondolja át. A szakember kitért rá, hogy a meteorológiai szélsőségekre való érzékenység akár a gyerekeknél is előfordulhat, jellemzően koncentrációs tanulási nehézséggel és alvás problémákkal reagálhatnak rá.